Tavaszváron mozgó délutánra került sor a Kézdivásárhelyi sportcsarnokban. A kezdeményező Zöld Nap Egyesület ezúttal is az önkormányzat sportirodájával karöltve szervezte meg a rendezvényt. Az elsősorban kézdiszéki fiatalok bevonására összpontosító, de a családoknak is kikapcsolódást kínáló rendezvényen hétfőn délután mintegy 200-an vettek részt, színes programokból ezúttal sem volt hiány. A mozgásos lazítást választók kincskeresésen, majd ugrókötél bajnokságon vehettek részt, de asztali tenisz mérkőzésekre, labdatáncoltatásra is be lehetett nevezni. A Dirty Dancers táncos lányai is hozták a szokásos formájukat és alaposan megmozgatták a ritmikus táncot választó gyereksereget. A legkisebbek a festegetésben, kisebb dísztárgyak készítésébe feledkezhettek bele. Az idei évnek a legtöbb részevője most volt, a múlt hónapban lényegesebben, kevesebben voltak sajnos, de úgy látszik, hogy az időjárás is kellett ahhoz kedvező, hogy az emberek jobban kimozduljanak a mozgó délutánra. Úgy gondoljuk, hogy akkor a következőt már mindenképpen kint kell szervezzük, mert a nap akkorát már nyúlott is, ugye hamarabb beköszöntött a tavasz is, és szeretnénk azt, hogy akkor már megint a tavaly is, lehet, hogy jövő hónapban kint tesszük. A mozgó délutánok már megszokott folyamatos nyüzsgésben levő sarkát a Puskás Ferenc gombfoci klub játékosai biztosították. Az asztaluk körül nem csak a műanyag focistákkal játszott játékszerelmesei, hanem a kíváncsiskodók is szép számmal jelen voltak. A Zöld Nap Egyesület minden hasonló eseményre próbál a környezetvédelemmel kapcsolatos játékokat is biztosítani. Ezúttal a hagyományos ökókátán stratégiai játék mellett az elmúlt hetekben készült Ember ne szemetel játékot is kipróbálhatta a nagy érdemű. A rendezvényt a tervek szerint egy hónap múlva, március 22-én is megszervezik, amikor testépítési gyakorlatokkal is készülnek. Emellett az önkéntesek már a tavaszi zöld napok nagyszabású rendezvény sorozatának előkészítésén dolgoznak.